Asóka az újin Maurya birodalom legjelentősebb uralkodója volt az időszámításunk előtt 3. században. Birodalma kiterjedt a teljes mai India területére, sőt a mai Afganisztán, Pakisztán és Bangladesh egyes részeit is magába foglalta. Az indiai köztársaság egy több mint 2000 éves Asóka oszlopfőt ajándékozott a fővárosi állat és növénykertnek, amely egy hozzáillő oszlopon került az India ház előtt felállításra. A fővárosi állat és növénykert igen fontosnak tartja, hogy ne csak távoli vidékek élővilágát mutassa be az érdeklődő nagy közönségnek, hanem lehetőség szerint a szóban forgó területek civilizációjába, kultúrájába is nyújtson bizonyos betekintést. Különösen amiatt, mert a helyi sajátos élővilág legtöbbször hatással van magára a civilizációra, a jelképekre és az élet szinte minden más területére is. Az India ház bejáratánál felállított Asóka oszlop avatásán részt vett Gauri Shankar Gupta, az indiai köztársaság magyarországi nagykövete, L. Simon László, kulturális államtitkár, valamint Csomós Miklós, főpolgármester helyettes is. Operation in the field of culture is the one which goes to the people. A kulturális kapcsolatok alkalmasak arra, hogy az indiai és a magyar embereket közelebb hozzák, és ezek azok a kapcsolatok, amik sokkal tovább tartanak és sokkal erősebbek bármilyen politikai kapocsnál. Asoka was one of the rulers of India, who was the first one to declare the state. Asoka volt az egyik legjelentősebb uralkodója Indiának, aki meg a véget vetett a háborúskodásnak, és békét hozott az ország számára. The original of this pillar still stands in the center. Az eredeti ennek az oszlopnak mind a mai napig látható Sárnátban. Kérdezhetnék, hogy mit keres a kultúrás államtitkárral az állatkertben? Vajon miért jöttem el? Egyrészt ott kell, hogy folytassam, ahol nagykövet úr befejezte. Jelenlétemmel azt kívánom egyértelművé tenni, hogy Magyarország számára, a magyar kormány számára és azon belül is a kultúrás kormányzat számára kifejezetten fontos az Indiával meglevő szoros baráti viszony. Ezt a baráti viszonyt a köztünk meglevő gazdasági kapcsolatok sokszínűsége és az egyre gyarapodó kulturális kapcsolatok is árnyalják, változatossá, izgalmassá teszik. Ennek a fenntartása a mi részünkről nemzeti érdek. Mi a magunk részéről a kultúra szerény eszközeivel a kétoldalú kapcsolatok erősítését olyan módon is próbáljuk szolgálni, hogy remélhetőleg az ősz folyamán egy nagy képzőművészeti kiállítás fog nyílni Indiában, kortárs magyar képzőművészet munkáiból. Ez is azt mutatja, hogy a kölcsönös érdeklődés számos értékes projektben tud megjelenni. A másik ok, ami miatt itt vagyok, hogy főigazgató úrnak jelezzük, és a főváros fele is egyértelművé tegyük, hogy a jelenlegi kultúrás kormányzat úgy tekint az állatkertre, mint Magyarország legnagyobb múzeumára. Mint az egyik legnagyobb szabadtéri múzeumára, mint az egyik legdinamikusabban fejlődő kulturális létesítményére, amely messze túlmutat azon a jelentőségén, hogy fővárosi és vidéki nagycsaládok, felnőttek, gyerekek, osztálykirándulások és családi kirándulások révén ide látogatnak, és a világ különböző tájegységeiről származó állatokkal ismerkedhetnek meg, hiszen a fővárosi állat és növénykert az valójában egy tudományos kutatóhely, valójában egy sokrétű tevékenységet kifejtő múzeum, valójában egy olyan intézmény, amely jelen pillanatban a legtöbb, éves szinten a legtöbb látogatót képes vonzani. Hogyha arra gondolok, hogy Magyarországon a vidéki múzeumaink közül egy van, amelyik a 300 ezeres látogató számot éves szinten el tudja érni, ez az Egri Vármúzeum, a Dobó Vármúzeum, és hogy a fővárosban is az állam által fenntartott kultúrás létesítmények közül tartósan 300 ezer fölötti éves látogatót csak a Szépművészeti Múzeum képes vonzani, akkor az állatkertnek a bőven 1 millió fölötti látogatószáma az fantasztikus eredmény. Bízunk abban, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban a Városligetben megvalósuló fejlesztések, amelyeket tervezünk, része lesz az új fővárosi nagycirkusznak a felépítése is, és ebben az esetben azt a régi és igen rossz állapotban levő épületet ki tudnánk váltani, és azt a területet oda tudnánk adni terveink szerint a fővárosi
állatkert számára. Nem csak az állam gondolkodik erről, hanem a fővárosi önkormányzat is, hiszen köztudott, ezt már bejelentettük többször, hogy a Vidám Park itt ebben a formában az állatkert mellett meg fog szűnni, és azt a területet, ami korábban egyébként is az állatkerthez tartozott, azt visszakapja az állatkert, hogy tovább tudjon fejlődni, hiszen egy ilyen típusú, vagy egy másfajta típusú Vidám Park az máshol is létrejöhet, ellenben az állatkert az olyan módon és olyan szervesen kapcsolódik a Városligethez és ehhez a területhez, amelynek a fejlesztéséről mindenképpen gondoskodnunk kell, természetesen az állammal együtt, az állammal egyeztetve és az állammal karöltve. Mit jelent a fővárosi állat és növénykert életében egy ilyen szobornak az avatása, mint a most felavatott Asóka szobor? Az állatkert valójában egy szabadtéri galéria is, összesen több mint 130 képzőművészeti és iparművészeti alkotás látható az állatkertben, de a 25 műemlék épület között ezek szinte elvesznek. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan érdekes és olyan értékes alkotás, amelynek ráadásul rengeteg állatokkal kapcsolatos jelentése is van, ami az állatkert számára is különösen érdekes. Első látásra ugye azonnal látjuk a négy oroszlánt, és ugye ez négy ázsiai oroszlán, hiszen Asóka Nagy Sándorra majdnem egy időben élt uralkodó volt, és hát ez a négy oroszlán jelképezi a mi egy évvel ezelőtt felavatott indiai házunkba beköltözött ázsiai oroszlán családot is, akik ugye egy rendkívül ritka állatfajnak a képviselői, egy olyan alfaja az oroszlánnak ez, amely egyedül Indiában, a Gira erdőben, egy pici kis területen maradt meg pár száz példányban, és egyébként a világ állatkertjein múlik az, hogy vajon képes lesz-e fennmaradni a jövő számára. Tehát egy ilyen áttételes üzenete is van ennek a szobornak. Másik oldalról Asóka hát nem csak egy komoly hódító, és utána pedig egy általános békét meghonosító uralkodó tudott lenni, hanem az állatok szeretetére és védelmére is intette a törvényeiben az embereket, és úgy vélem, hogy ez az Asók oszlop itt a budapesti állatkertben egy kicsit az állatvédelemnek is a szimbóluma, hiszen a legelső kifejezetten állatok életét megóvó ilyen törvények, azok ennek a nagy uralkodónak köszönhetők, akinek az oszlopain ez a fajta oszlop fő állt annak idején, 2300 évvel ezelőtt. A ünnepélyes szoboravatáson mind a főváros, mind az államtitkár úr révén a kormány részéről hangzottak el kijelentések az állatkert jövőjével kapcsolatban. Erről mit lehet tudni, milyen tervek vannak? Ezek szerintem nagyon bölcs kijelentések, hiszen arról szóltak, hogy érdemes az állatkert bővítésében gondolkodni, ami összefüggésben van a Vidám Park városligeti telephelyének a bezárásával, tehát a főpolgármester helyettes úr is erről beszélt, illetve az államtitkár úr pedig azt említette meg, hogy a fővárosi nagy cirkuszt is újjá szeretnék építeni, és a mostani helyét az állatkert kaphatná meg, hiszen ez abban az esetben, ha a régi állatkerti területet és a jövendőbeli területet össze akarjuk kapcsolni, az hát mindenképpen egy fontos dolog lehetne. Természetesen ezek most még csak nagyon pozitív szándékok, amiknek én nagyon örülök, és hát várom az ezzel kapcsolatos döntéseket. Az állatkert szívesen tekint egy ilyen kihívás elébe, hiszen ez biztosíthatná azt, hogy hosszú távon is azt a fajta gazdag állatgyűjteményt megtarthassuk, ami a budapesti állatkertet régóta is jellemezte, a modern időkben viszont hát nem pici ketrecekre, hanem sokkal nagyobb, az eredeti élőhelyekre emlékeztető kifutókra van szükség, amelyekből ugye itt a mostani állatkerti területen is bőséggel akad, de hát bizony vannak olyan állatfajok is, amelyek már kiszorultak az állatkertünkből. Ezek is visszakerülhetnének, hát nem beszélve arról, hogy mód volna olyan állatoknak a tartására is, amik Budapesten még nem igen voltak.